Tóth Szilárd Séf, a Szolt tulajdonosa, a vendégünk. Szia, hát gyönyörű dolgokat hoztál. Itt köszönjük szépen. Beszéltünk, hogy nagyon finom dolgokat hoztál, legalábbis úgy remélhetőleg azok. Igen, de elsőként ugye muszáj gratulálunk, mert azért ennek még aktualitása van a Michelin csillaghoz, amit az étteremmel kaptatok. Igen, nagyon szépen köszönjük. Én mindenkinek a Michelin csillagának nagyon örülök, de a tiéteknek különösen, mert hogy azt gondolom, hogy most nagyon tényleg igazi, különleges helyen vagytok a magyar gasztronómiában, mert hogy te felvállaltad azt, hogy szatmár ízeire épül az egész konyha művészetetek. Igen, legalábbis nagy része. Vagy nagy része, és ez, amikor egy tényleg egy ilyen autentikus régiót bemutatsz azért, mert te ott nőttél fel, az egy egészen más ügy, mint amikor csak tökéletes konyhát visz az ember, nem? Hát mondjuk mind a kettőnek megvan nyilván előnye, hátránya. Hát ugye, tehát hogy én legalábbis úgy gondoltam, hogy ezen az úton úgy tudok elindulni, hogyha már nyilván ott nőttem fel, akkor ebből tudok építkezni. És tehát hogy alapvetően azt gondolom, hogy annak a régiónak nagyon egyedülálló ízvilága van. Kicsit talán, ugye mi már közelít Erdélyhez, legalábbis mi vagyunk közelebb hozzá, azért ott vannak némi meccéspontok is, ugye, mint például már a puliszka is megjelenik nálunk is. Nyilván édesen, ahogy az étlapon is szerepel desszertként, de mellette ugye a töltött káposzta például, ami abszolút egy olyan egyedi feldolgozás a dolognak, vagy nálunk ugye nem gulyáslevest tesznek, hanem kötött tésztalevest, ami megint csak egy ilyen egyedi dolog, de számos olyan dolog van, amit egy kicsit másabb megközelítésből fogott meg az a régió, és talán ez az egyszerűség ennek a dolognak, hogy egy kicsit talán különcebb, vagy egyedülállóbb tud lenni ez a fajta magyar megközelítés ebben a konyhában, amiben mi vagyunk, és mellette ugye azt is próbáljuk csinálni, hogy gyűjtögetünk, és termékeket állítunk elő, hisz ugye, hogyha teljesen születésétől kezdve kísérjük végig ezt a dolgot, akkor egy más ideológia jön létre ebben a konyhában, teljesen másként gondolkodunk, más fázisai vannak a dolgoknak, tehát maga a növényeknek is ugye nagyon sokfajta kora van, vagy része van, vagy ugye például, amit most fogsz, az egy vaj, amit mi készítünk, amit majd megmutatok. Valaminek egy elég érdekes bukéja van, azt az. Szerintem az a két húsi, ugye ezek érlelt húsok, ezekről ugye azt kell tudni, hogy nyírmegyesen készítjük Vári Zoltánnal, a sógorommal, és ennek is ugye az volt a kiinduló pontja, hogy egyszer ültünk egy asztalnál, és akkor az volt a lényeg, hogy minden úgy felgyorsult, mindenbe már starterkultúrákat rakunk, meg stb. És akkor mi azt gondoltuk, hogy maradjunk csak a sónál és a hagyományos érlelt technológiánál, és a mangalicához nyúljunk, mert ugye ez egy, tehát világszinten egy kiváló alapanyag, és ne füstöljünk, mint amit ugye a magyar hagyományok diktálnak, hanem egy picit menjünk el érlelt irányba, hisz ezzel sokkal jobban előtérbe tudjuk hozni a mangalicának ezt az édeskés, zsíros ízét, magát a húsnak a karakterét, és akkor ugye ez elindult, ez a hosszú folyamat, nagyjából 6 éve csináljuk, ami amúgy egy szalámival indult, amit azóta se csinálunk. De akkor ez még nem is egy étterem alapkoncepciója volt, nem? Nem, hanem akkor nem, még nem, a nem, nem, nem. Ez tulajdonképpen egy kísérleti fázis volt, arról szólt, hogy képesek vagyunk-e erre, hogy meg tudjuk-e valósítani ezt a dolgot. Aztán ugye mi ezzel elkezdtünk utána úgy foglalkozni, amikor már úgy gondoltuk, hogy egy kicsit előrébb lehet lépni, vagy meg lehet mutatni ezeket a dolgokat, és akkor tulajdonképpen mi vályokházban kezdtünk el kísérletezni, és utána mi építettünk vályokból egy érlelőt, és abban készítjük ezeket a dolgokat, és nyilván ezután valahogy adódott magától, hogy maga az étterem, amiben dolgozom, vagy csináljuk, abban megjelenjenek ezek a dolgok, mint magyar termék, ami nyilván egy globálisabb technológiai szemlélettel bír, de abszolút magyar alapanyag, magyar az érlelő, a vályog ugye azért egy elég jellegzetes dolog a térségre, és tehát, hogy tulajdonképpen csak azt próbáljuk megfogni, hogy mi lenne a legelőnyesebb ennek az alapanyagnak. Hát beszélgessünk majd, nem igen. Nem, igen, és is. Szilárd még itt marad velünk, úgyhogy mi kicsit folytatjuk az egyéb beszélgetéseket, és aztán még jövünk vissza. Nézzük meg ezeket a gasztro csodákat, amik készülnek. Igen, tehát ezt most már én ugye itt ismerkedem a magas gasztronómiával ebben a műsorban általatok. Egy zsíros kenyér így néz ki. És akkor ez a kis csipesz, ez látom, hogy ez állandó kellék. Így van. Te is ennyire imádod ezt a régiót? Tehát, mert ugye most ennek a beszélgetésnek az volt számomra a legnagyobb értéke, hogy mindkettőjükből áramlott a szeretet a szülőhazájuk iránt. Igen, van valami egyedi varázsa szerintem annak a kis szegletnek. Tehát hogy abszolút az, hogy egyrészt, hogy gasztronómiailag is egy egyedülálló, amiről az előbb is beszéltünk, és egy kicsit ilyen
kívülálló, vagy ha nem is kívülálló, de egy picit más szemszögből tekint a magyar gasztronómiára, és én is úgy gondolom, hogy nagyon kedves emlékeim fűzőnek hozzá, és abszolút megmelengeti a szívem, hogyha Máté Szalkára, vagy akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről beszélünk, hisz nyilván azért van is mire büszkének lennünk, és nagyon-nagyon sok egyedülálló dolog van még ott, ami felfedezésre vár. Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy csináltak ilyen körútakat, amikor mondjuk mentek, és megpróbáltak anyagot begyűjteni, és kóstolgattok? Igen, tehát szoktunk, ugye mi maga csapattal azt szoktuk csinálni, hogy elindulunk korán reggel, és akkor amikor valaminek valamilyen szezonja van, vagy virágzás van, vagy ugye termés van, vagy éppen valamilyen gyomnövény nő, ami amúgy gyomnövénynek van jelenleg kategorizálva Magyarországon, de amúgy meg egy remek salátanövény, azt ugye begyűjtjük, és ugye vagy aktuálisan akkor szezonjában használjuk, vagy pedig ugye kitoljuk a szezonját, és egész évben valamilyen tartósítási folyamat által tudjuk egész évben használni. Na nézzük, mik vannak itt. Itt ugye jelenleg azért van legalább három átlagos, vagy hát kettő átlagos dolog, ugye az egyik az a mini dinnye, vagy baby dinnye, a másik a zöld paradicsom, ami amúgy ugye Erdélyben például szinte csak zölden rakják el, ugye savanyítva, mert ott nagyon rövid a szezon, nincsenek is annyira melegek, és általában zölden ugye rakják el, így van, nem érik be a paradicsom, és zölden savanyítják, mellette ugye található medvehagymavirág, bodzavirág savanyítva, és egy kovászolt zöld füge. Bodzavirág, zenefüleimnek, hát ezek mennyire klassz dolgok. És ezeket mennyire veszitek át egy az egyben, és mennyire nyúltok egy picit hozzá, hogy oké, akkor találtok valamit, amit izgalmasnak véltek, és akkor egy kicsit azért tweakeltek rajta, hogy akkor mégiscsak ez a magas gasztronómia az egy kicsit hozzáigazítják. Hát én szerintem úgy technológiailag ugye nyilván vannak nagyon, nagyon sokfajta és nagyon árnyalt dolgok a fermentálásban. Savanyításban annyira nem gondolom, tehát ott ecetekkel lehet játszani nyilván, vagy éppen savcukor arányban lehet még elmozdulni, vagy savasabb, vagy édesebb irányba, de hát ugye ez mindig alapanyag függő, hogy ha valami nagyon cukros, akkor nyilván egy kicsit savasabb irányba menjünk el, ha valami nagyon savas, akkor meg édesebb irányba, hogy meglegyenek a kellő balanszok ebben a dologban. Próbálunk egy kicsit ilyen kortársabb megközelítésben nyúlni a magyar gasztronómiához, mellette ugye feldolgozva azokat a dolgokat is, ami belőlem jön, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei születésű emberből, és mellette próbálunk azért kitekinteni más régiókba is, hiszen ugye azért máshol is nagyon sokféle érdekes dolog van. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy meddig lehet ennek a régiónak a gasztronómiáját középpontba helyezni? Még azért vannak nyilván nagyon sokféle feljegyzés, vagy öregektől hallott ételek, vagy alapanyagok, de abszolút nem az a lényege, hogy csak azt az egy régiót mutassuk be. Nyilván az a preferált régió, mivel onnan jövök, de mellette pedig az a legfőbb célunk, hogy Magyarországnak a sokszínűségét mutassuk be, mint gasztronómiai. És közben meg teljesen a modern, meg az éppen uralkodó technológiai megoldások. Így van, meg hát amik jönnek be a világból, igen. Tehát hogy azok már nem szabad elsiklani, hogy azért technológiailag a világ fejlődik a gasztronómiában is, és ezeket be kell emeljük a magyar gasztronómiába is. És ezek szerint ezt nagyon jól csináljátok, mert hogy egy Michelin csillaggal jutalmaztak benneteket. Ez egyébként hogy lehet egy Michelin csillagot megszerezni? Én szeretnék Igaz, ha tudnám, akkor már nyitnék még három éttermet, de egyébként szerintem a kulcs ennek az, hogy próbáljunk egy tiszta és becsületes konyhát vinni, mellette pedig próbáljuk a legmagasabb szinten űzni azt, ami tőlünk telik. Ti ezt tudjátok, hogy mikor volt ott a Michelin-től valaki, aki kóstolt, ezt nem is lehet tudni. Nyilván sejtezem, hogy lehet, hogy ő volt, mert egyedül volt, meg hogy angol száma volt, de hát, hogy ugye ezek mindig találgatások, azért ebből is volt jó néhány, mert ugye tudnélik, hogy az angol gájthoz tartozunk, de az a baj, nem tudjuk rámondani, hogy igen, ő volt az. Tulajdonképpen minden ember akár lehetett igen. Hát ez a lényeg, hogy mindig ugyanaz legyen a szín. Már nincsen sok két abszolút signature ételt hoztam a Saltból. Az egyik ugye a zsíros kenyér, amúgy mind a kettő ugye a kenyéren alapszik, ami tehát tulajdonképpen ennek ugye nagy jelentősége van, hiszen ugye már ünnepünk van rá, akkor úgy gondoltuk, hogy azért elég komoly szerepet kell betöltsön a menübe. Az egyik a zsíros kenyér, ami meglátásunk szerintem egy rossz kenyér, ropogós, füstölt angolna, ez a 8 hónapig érlelt hátszalonna. A tetején savanyított a takácvirág, egy nagyon kevés büdöske virág, hisz ugye ennek egy kicsit ilyen jelképes üzenete van, ugye minden háztájnál azért mindig ott van a büdöske, és egy remek alapanyag amúgy, egy nagyon kevés aszalt paradicsom található rajta, és egy pici lime héj azért, hogy megmaradjon a frissessége, így van. Köszönjük szépen!